Egy évvel ezelőtt felkerült a csatornára egy videó, ami azokat az F1-ben csalódást okozó versenyzőket mutatta be, akik F2-es, illetve GP2-es eredményeik alapján jóval többre voltak hivatottak. De ők még mindig jobban jártak, mint azon vetélytársaik, akik hiába értek el hasonló jó eredményeket, az F1-es lehetőséget néhány szabadedzésen túl soha nem kapták meg. A mai videóban ő róluk lesz szó. Dávide Valsecki. A Formula 3007-ben lépő széria kezdetben bőven biztosította az utánpótlást, aki ott valamit letett az asztalra, annak jó esélye volt egy F1-es ülésre. 2011 után azonban valami megtört, holott pont ekkor volt 24 fős az F1-es mezőny. Az egyébként már nem fiatal és 5. szezonját teljesített Valsecki ennek látta a kárát, aki hiába nyert meg a 12-es évadot, csak autószeszpilóta ülésig jutott 2013-ban, mint a csapat anyagi gondja miatt végül teljesen ingyen vállalt el. Bár nem volt az esélye az ülésre, a csapat nem ő hozzányúlt, amikor Kimi Räikkönen névvégerőtre lépett, hanem az ott 6 évvel korábban esező Heikki Kovalainen ültette az autóba, és a következő évre sem kapott szerződést. Így összesen mindössze egy szabad edzésig jutott, amit még a Tony Fernandez-féle Lotus-szal tett meg 2011-ben. Karrierjét a végül fel is adta, ma már a Sky Sports-nál dolgozik szakkommentátorként, jellegzetes olasz akcentusa miatt szabályosan élmény a hangjával nézni az F2-es közvetítést. Fabio Leimer. A svájci pilóta szintjén sokat gyára, egészen pontosan a 4. nekifutása nyerte meg a szériát, de akárcsak Valsecki, ő mögötte sem volt komolyabb támogató vagy csapat. Így hiába a jó teljesítmény, egy szabad edzésnél ő sem jutott tovább a menornál. Ott egyébként a kaotikusan alakuló szezon miatt szerepelt a neve, mint esélyes versenyző, de egyszer sem őre esett a választás. A WEC felé fordult, ahol szebb sikereket ért el, illetve az első Formula 1 szezon záró hétvégéjén is beugró volt. Az utolsó futamon okozott balesete miatt bejött a versenyt, és így a bajnokság végkimenetét komolyan befolyásoló safety car. Sam Bird. Leimer mögötted második 2013-ban, és ő már egy jobb csapatnál kapott tartalékpilótai szerződést, de bal szerencsére ez a csapat a Mercedes volt, ahol későbbi, vagy már akkor világbajnok versenyzőkkel kellett megküzdeni az ülésért. Ez pedig nem nagyon volt reális. Így hiába állt a bajnoki dobogóra a másik akkori nívó sorozatban, a VSR-ben is, életálma neki sem jött össze, így ő is a 20. versenyzés, illetve a Formula felé vette az irányt. Utóbbiban egyedülálló módon minden futamon elindult eddig, és úgy, hogy közben minden teljes szezonjában leszerzett legalább egy James futam Calado. Győzelmet is. Pocsékké volt a GP2 számára a 13, hiszen senki nem jutott fel az évi mezőnyből az F1-be, így a harmadik James Calado sem, aki szintén nem volt kapcsolatban a F1-es csapattal. Ő is a 20. versenyzés része lett, illetve a Formula ben is vállalt egy szezont. Ayrton Márkelov. Az F2 és GP2-ig nagy veteránja, aki 7 szezonban versenyzett a sorozatban, és egyszer második lett. Behérez pont 2017-ben jött össze, amikor az egész szezon nem szólt másról, csak Charles Leclerc, mindenki más pedig háttérbe szorult. Márkelov talán nem is nyers tempójának, hanem remek gumikezelésének köszönhetően tűnt ki a mezőnyből, amihez remek versenytempó is társult. De ez csak az F2-ben volt jó, más kategóriákban ez kevésnek bizonyult. Ő Renault-tól kapott tesztpilótai állást, de szintén nem jutott egy szabad edzésnél tovább, így a Superformula felé vette az irányt. Az a szezonja azonban nagyon nem jött össze. Oliver Rowland. Ha cinikus akarok lenni, akkor azt mondom, hogy a Leclerc-en kívüli F2-ben vittak egymás óriási arcot Márkelovval a végső győzelemért, ami aztán nem jött össze, így harmadikként zárt 2017-ben. Persze nem lehet ennyivel intézni a karrierjét, mert korábban a Formula 1 a 3,5 literes bajnokságában is sikerült bajnoki címet szereznie, éppen ezért szomorú, hogy neki sem volt esélye megmutatni magát a király kategóriában. Sőt, ő még csak nem is került közösszerűbbi kontaktba F1-es csapatokkal, így neki is maradt az alternatíva, aminál a formulát jelentette, és jelenleg is a mezőny oszlopos tagja. Luca Giotto. Hosszú éveken át volt ő is az F2-es mezőny tagja, és mindig a jobb pilóták közé tartozott. A GP3-ban Esteban Ocon elleniben maradt túl a bajnoki címért folytatott küzdelembe, innen kimaradt a GP2, ahol 5 szezonban 5 különböző csapattal versenyezett, 17-ben a Russian Time-mal a csapatbajnoki cím is lesződ neki Márkelov oldalán. 2019-ben pedig a bajnoki harmadik hely is sikerült neki egyéniben, igaz egy talán gyöngébb és túlkorosabb mezőnyben. Teljesítménye soha nem keltette fel egy F1-es csapat érdeklődését sem, így nem derült ki, hogy ő mire ment volna ott. Holott láttunk már arra példát, hogy stabil GP2-es karrier után valaki jól menjen a Forma 1-ben is. Nyck de Vries.
Sokáig gondolkoztam, hogy betegyem, hiszen nemrég még a francia nagydíjon is vezethette a Mercedest, de valószínűleg már ő is vezetett az ambícióiról. Pedig előzetesen a felsorolt versenyző között talán ő indult a legjobb eséllyel, hiszen már nagyon fiatalon a McLaren karolta fel. Konkrétan még a csapat animációs sorozatában is megjelent a karaktere. Előre menetelre kicsit aztán lassacskán haladt, főleg azután, hogy a hierarchiában megjelent Stoffel Fandorn, majd a mindkettőket háttérbe szorult Lando Norris is. Ráadásul De Vries pont azzal az évjáratra került egy csapatba, ami Norris mellett többek között George Russellt és Leclerc-t is felvonultatta, akik 17-ben és 18-ban is elhomályosították az F2-ben. Miután a riválisok feléptek az F1-be, De Vries előtt megnyílt az út a 19-es bajnoki cím felé, ami sikerült is neki. De eddigre a McLaren már menesztett, mint a Ron Dennis korszak maradványát. Ráadásul az F1-be is Nicholas Latifi a bajnoki riválisa került fel a Williamshez. Oda aztán idénre se került be Alexander Albon ellenében, ami kicsit meg is lett a közvéleményt, és bár 23-ra még mindig emlegetik, mint esélyest, nem ő az első számú favorit. A Formula 1-ben versenyez nem is rosszul, vagy a Mercedes-e sikerült is megszerezni a világbajnoki címet. Csapata nem is győzte hangsúlyozni, hogy ő az első holland FIA világbajnok. Vajon miért? Callum Ilott. Ő is egy nagy csapat tehetséggondozó programjának a terméke, méghozzá a Ferrarié. Az összeresítlensége az volt, hogy akkor ezt még sokan mondhatták el magukról. Köztük a 2020-as bajnoki rivális Mick Schumacher is, akinek öt második lett abban az évben a Forma 2-ben. Bár volt neki is esélye az F1-esülésre 21-re, a házhoz nem fér be, az Alfa Romeo pedig Raikkonen és Giovinazzi megtartására szavazott. Még bezárta Ilott előtt is a kapukat. Ő végül nem az F1-ben, hanem az IndyCar-ban kötött ki. Robert Schwarzman. A másik Ferrari Junior, aki bár még mindig ott van a tűz közelben, nem valószínű, hogy üléshez juthat. Az F1 bajnokként érkezett az F2-ben 2020-ban, és bár az első párfutam után még túl magas esélyesre kiáltották ki. De utána visszaesett a teljesítménye, és végül a bajnoki dobogóra sem tudott felállni évvégén. Egyébként később ez már összejött, de az uniós csapatása Oscar Piastri bajnok lett, így nem mondhatja magára, hogy mindkét szezonjában ez megtörtént vele, hiszen egyébként korábban Schumacher is győzött mellette. Jelenleg is a Ferrari tesztversenyzője, de meglepő lenne, hogy üléshez jutna az F1-ben, ráadásul azóta a háború miatt orosz állampolgárságát is izraelire volt kénytelen cserélni. Ez a videó tehát ennyi volt. A következő témája az még nekem is ismeretlen, de ígérem, most nem kell annyit várni, mint a legutóbbiakra. Egyébként hamarosan a foci VB is közeledik, szóval arra is készüljük egy hosszabb videókval. Addig is sziasztok!